mindenkit itt a Tango Róma, a Tango vontatógép szárnya alatt a Szegedi repülőtéren. Ez a klubunk vontatógépe, és ő is részt vesz a 11. ifjúsági vitorlázó repülő világbajnos a mezőnyének a felvontatásában. 80 repülőgép, 80 induló van két géposztályban. 18 nemzet képviseli magát itt Magyarországon. Hál' Istennek a magyar válogatott is ki tudott állítani 4 ifjúsági tagot. Ketten-ketten a két géposztályban repülnek. Ez itt Szegeden már a harmadik világbajnokság, amit megrendezünk. 2009-ben egy női, 2010-ben egy nagy férfi világbajnokság, és most 2019-ben július 28-tól augusztus 10-ig tartóan megrendezzük az ifjúsági világbajnokságot. A csapatunk most egy nagyon fiatal csapat, első világversenyük a srácoknak. Ennek ellenére nagyon, nagyon szépen, nagyon tisztes helytállással repülnek. Egy magyar viszonylatban is nehéz időjárású versenyen vagyunk éppen a felén túl. Többek között az előző napon 7 óra fölött repültek a fiúk, és a teljes mezőny terepre szállt. Ez azt jelenti, mintha a Forma 1-be minden autó kiesik, és az a versenyző nyeri a futamot, aki a legtöbb kört teszi meg. Komoly nagy csapatoktól, németektől, lengyelektől, komoly felnőtt versenyeket nyert pilóták ellen mennek a miénk. Két versenyzőnknek még van ifi versenye, tehát náluk igazából a felépítés a cél, hogy a következő versenyeken, következő ifi világbajnokságokon igazán jól tudjanak szerepelni. A standardeseink, itt mögöttünk egy standard osztályú gépet láthattok, őnekik ez az utolsó ifi VB-jük, de reméljük, hogy később a felnőtt csapatba is be tudnak majd robbanni. Oh,
köztudott Magyarországon, hogy a magyar sportrepülés az évtizedeken keresztül világélvonalában volt, mind úgy a pilóták, a pilóta tudása által, mint úgy a repülőgépépítésben. A repülőgépépítésben különösen, főleg a 30-as években abszolút világelsők voltunk, már a vitorlázó repülőket illetően, és olyan ikonikus emberek vannak a magyar sportrepülés múltjában, akiket a világ bármely táján, ha megemlítjük a nevüket, tudják, hogy kicsodák, és elismerően tekintenek vissza a mi nagy elődeinkre. És egy ilyen versennyel talán a magyar szakmai háttér, szakmai tudás fölfejleszthető, és ezek az emberek, ezek az ikonikus nagy emberek talán újra meg tudnak közöttünk jelenni, és a magyar jó hírnevet és a magyar sportrepülés égiszét magukkal tudják vinni a világ minden részére.